másokról mondani. Maradt magot híreket. Jaj, most is rengeteg dolgom van, viszem ezt a ködön mézet. Jaj, ki bizonyám, majd csak odaérek egyszer. Jobb lábat a bal után, bal lábat a jobb után, így járok én az utcán, így járok én az utcán. Jaj, muszáj egy kicsit lepihennem, mert annyira elfáradtam, olyan messziről jöttem, és lerakom ezt a nehéz ködönt is. Jaj! Egy kacsa, jaj, kis kacsa. Hello! Hogy a máskár? Jaj, de furcsa kis jószár. Bogara. Mondd! Téged hogy hívnak? Hát szervusz! Hát én a kis kacsa vagyok. Kis kacsa? Szervusz! Még soha nem láttam hozzád hasonlót itt az erdőben. Jaj, hát persze, hogy nem láttál, hiszen nagyon messziről jövök ám. És még ki tudja, hogy hány erdőt kell bebarangolnom, amíg találok egy olyan állatot, aki megtanít engem énekelni. Mert tudod, én énekes madár leszek. Énekes madár? Tényleg? Igen, hát ezért jöttem el otthonról. De hát hallottam az előbb is, olyan szépen énekeltél. Hát jó, de hát én még szebben akarok énekelni. Még szebben? Jaj, jut eszembe, meg se kérdeztem, hogy hívnak téged, és... Jaj, és mik ezek a furcsa micsodák a hátadon? Gyerekek, láttátok ezeket? Jaj, te kis oktondi, azok nem micsodák, hanem a tüskéim. És ezzel szúrom meg azt, aki engem bántani akar bizonyám. Egyébként én a sünödöm vagyok, szervusz kis kacsa. Ja, és megkérdezhetem, hogy tudsz esetleg énekelni? Nem, mert ha igen, akkor nagyon szívesen tanulnék tőled. Ó, hát tudni éppenséggel tudok, de én nem érek rá ilyesmivel foglalkozni. Nekem nagyon sok dolgom van. Képzeld el, kiskacsa, megsúgom neked. Megkértek a méhek, hogy ezt a csupor mézet vigyem el a medvének. Hát persze, hogy elviszem. Hát én mindenkinek mindent elviszek. Ó, de nagyon kell ám erre a csupor mézre vigyázni. Ezt nem szabad lötykölni, nem szabad himbálni, lógatni, pláne felfordítani. Mert képzeld el, hogy mit szólnának a méhek, hogyha valami baja történne ennek a szállítmánynak. Hát nem is mernék a szemük elé kerülni sem, mert mennyit dolgoztak ágról ágra, fáról fára, virágról virágra szálltak, amíg összegyűjtötték ezt a csupor mézet. Bizonyám, kiskacsa. Na, nem is tétlenkedem tovább, mert nagyon messze van még a medve barlanglak. Kiskacsa, kívánom neked, hogy találj magadnak valakit, aki megtanít téged énekelni, ha már annyira szeretnéd. Ja, köszönöm szépen a jó kívánságot, Csuni, akkor én is sok szerencsét kívánok neked. Szervusz! Szervusz, kiskacsa! Na, én is elindulok az utamra, nem is tudom, hogy merre menjek, mert ugye a méhek megkértek, hogy vigyem el ezt a tértiverényes sürgős csomagot a medvének. De most akkor merre is menjek? Na, hogy is van ez? Azt mondja, hogy bal lábat a... Dehogy is? Jobb lábat... Nem, ez sem. Á, össze-vissza beszélek itt. Mindegy, egyik lábamat teszem a másik után. Talán, hogy jó lesz, és akkor lehet, hogy előbb-utóbb oda is fogok érni a medvéhez. Hogy fog örülni ennek a csupormérznek? Már előre látom, hogy fog vigyorogni. Jaj, Szent Manó, valaki jön. Ez a róka. Júj! Júj! Félek. Tom-tom-tom-tom, róka úr, erdő árnyán meglapul. Éjszaka dobva a portára, aranyos koros kószára. Kukorikó királyhoz, így rákontja szonyához. Háp-háp gácsérhoz, gárogi murárhoz. Szervusz, sünödöm! Szervusz, Róka Rudi! Ne siess úgy, ödön, beszélgessünk egy kicsit! Hát, én nem szeretnék veled nagyon beszélgetni. Nem, mert nekem
nagyon fontos, sürgős dolgom van. A fülem is zúg össze-vissza. Egy fontos csomagot kell elvinnem a medvének. Csomagot? Persze. Na lássuk csak azt a féltett csomagot, vajon mi van benne? Hát mi van benne, mi van benne? Hát méz van benne. Méz, nem mondtam már, hogy ne tarts fel, nem érek rá. Méz, hát én napok óta vágyom egy kis édességre. Édességre? Szó sem lehet róla. Hát maga nem képzeled, hogy ebben bele is kóstolhatsz, vagy vágysz rá. Hát szerezd magadnak, kérj el a méhecskéktől. Hát én nem tudom. Ehhez nem nyúlhatsz, ez ajándék. Ajándék, ajándék. Meg sem látszik, ha eszem belőle, majd ne töröljük a szélét, aztán kész is van. Hát meg mit nem? Hát hogy képzeled ezt? Belenyalakodnál? Hát ne vicceljél már! Neked olyan jó szíved van, icipicit hagyjál már! Na. Mondtam már, hogy nem! Nem meglátod, nem fogod megbánni, ha adsz egy picit, majd meghálálom! Ugyan már, mivel tudnád te ezt meghálálni nekem? Na jó, eddig csak egy kis kóstolót kértem, de te nem adtál nekem. Most elveszem az egészet! Jaj, jaj, segítség! Jaj, valaki segítsen, Úristen, és a mézem! Színödön! Enyém lesz a kismödön! Kert alatt! Elveszem a kosarad! De nem adom oda! Meg foglak szúrni a tüskéimmel, hogyha nem hiszel! Nem már! Hidd el! Nem hiszel? Nem hiszel? De jaj, de félek Istenem! Itt van színödön! Jaj! Segítség! Enyém lesz a kismödön! Kipkok kert alatt! Elveszem a kosarad! Megmentettem. Jaj, Istenem! Jaj, de ügyes vagy! Okos vagy, Sűnödön! Nagyon okos vagy! Jaj. Okos vagy, Sűnni! Ki az? Okos vagy, Sűnni! Ki az? Jaj, kuk! Jaj, kiskacsa! Hát láttad? Láttad, hogy milyen ügyes voltam? Hogy milyen jól túljártam? Láttad a rókának az eszét? Jött, és én fogtam, és megszúrtam a tüskéimet! Kiskacsa, láttad? Nem! De én olyan gombát találtam itt a szomszéd erdőbe. Olyan szép! Gyere nézzük meg, gyere vele! Nem, kiskacsa, hát én nem mehetek. De nem probléma, itt van egy törzsfával arrébb, hosszú szára van, és olyan szép pöttyös kalapja. De olyan minden hosszú szára, hosszú szára! Nem, kiskacsa, én dolgozom. Nem mehetek, én dolgozom, kiskacsa. Az neked munka, hogy mézet viszel a macinak. Hát meghozzá, milyen kvalifikált munka, hát ne vicceljél már. Hát persze, hogy munka, és erre nagyon kell vigyáznom. Bizony. Akkor meg se nézed a gombámat? Hát nem tudom, hát kíváncsi vagyok a gombádra, de figyelj ide! Mi lenne? Aha, mi lenne, ha eldugnánk valahova ezt a csupor mézet? Tedd le, úgyis olyan hát csak úgy... akkor el tudsz velem jönni. Hát csak úgy azért nem teszem le, valahova dugjuk el, de hova dugjuk? Ide a bokor alá, így tökéletes lesz. Gyerekek, igen. Eldughatjuk ide a bokor alá a mézet? Igen! Nem lesz baja? Vigyáztok rá? Na, ugye mondják, látod, nem lesz baja. Jó, akkor... Itt akkor... biztonságban van, ide a bokor tövébe, jól tedd, oda, jó. Dugd el. De nagyon vigyázzatok rá, mert a medve kezébe el kell juttatnom ezt a csupor mézet. Ide, tedd le nyugodtan. Biztos, hogy lerakhatom ezt a mézet? Ugye? Igen? Na jó, jó kis kacsa. Jó, akkor ide letesszük. Jó. Oké. Okay. Jó, de indulok, jó. Gyere, na, lássuk azt a gombát. A gombát lopták el? Az én
A mézet? Az én mézemet? Nem, hát én ide tettem a bokorba. Hát nézzük már meg azt a bizony mézet. Ezt el kell vinnünk a medvéhez. Hát jó, de hát ha nincsen méz, akkor a gombát se tudjuk vinni. Hát de nézd meg, nagyon eldugta, olyan nem lehet. Jaj, én félek. Ez nem lehet, hogy ellopták, nagyon eldugta. Kis kacsabhajmon. Mi az? Hát én biztos, hogy ide raktam. Hát de nézd meg jobban, nagyon elástad. Hát de most nézem, de nem látom. Na engedj ide. Jaj. Ki volt az? Róka! A róka! Hát elvitte a róka. De hát mégsem szép dolog elvinni azt, ami a másé. Kiskacsa, most mit csináljunk? Mindévők legyünk. Nem tudom. Keressük meg. Keressük meg. Keressük meg. Na, merre menjünk? Hát remélem én is. Talán megtanít valaki énekelni. Jó. De most akkor merre is menjünk, kiskacsa? Arra, menjünk, keressük meg. Jó, gyere kiskacsa. Gyere kiskacsa. Sűni. Bödön lépes méz, erről álmodni de szép. Szamúca és áfonya, ennem kéne jó soha. Akkor megy a móka, ha van sok jó áfonya. Bödörlépes méz, méz. Ó, egy bödörlépes méz, erről álmodni de szép. Szamóca és csáponya, ennek kéne jó soká. Medve, papa! Hát ha tudnád, hogy mi történt veled, képzeld el, hogy kaptál a méhecskétől egy csukor mézet, és jött a róka, és ide betették, és a gyerekek is mondták, hogy ide betették, és itt van. Nem ők tették be, én tettem be, ide betettem azt a csukor mézet, de a róka ellopta a csukor mézet! Az agyvaságból egy szavadat sem értem, nyugodjál meg! De hát hogy nyugodjak meg? Előről, és lassabban nyugodj! Jaj, nyugi Süni! Számolj három meg. És akkor... Egy, ember. Három! Képzeld el, hogy a méhecskék küldtek neked, de csupor mézet ide tettem! Nekem és a róka! Mézet! A róka! Nekem mézet! Már két hete minden éjjel! Egy bödön mézről álmodom. Elvitte, ha róka volt. Na megállj csak, te róka. Igen. Kerülj a szemem elé. Úgy. Tudod, mit csinödöm? Nem. Fogjunk össze többségben az erőt. Igen. Te elmész arra felé. Jó. Arra, és arra. Ott fogod keresni. Igen, elmész. A rókát, és a mézet. A mézet. És hogyha megtalálod, igen. Akkor itt, ezen a területen, itt a szokrok között, itt leszek, mert én itt állok, lesbe. Jól van, érted? Jó. Én elmegyek, és keresem. Megyek. Akkor én el is keresek. Indulok. Én most elmegyek te akkor arra. Na megállj csak, te róka! Jaj, csak kerülj a kezem közé! Majd megemlegeted, ne félj! Ez a bödöm! Fák között, lomb alatt megtalálom az utat. Előkerül a bödön. Igen, remélem, hogy tényleg meg fogom találni. És győz az igazság, és nem rokhatja el a mézemet. Vagyok, hogy mit fog szólni a medve, papa, ha mégsem találjuk meg.
hogy előkerül, és ti is segítetek nekem, igaz? Hogyha látjátok a ronda rókát, ugye? Segítetek? Köszönöm! Pont között lomb alatt megtalálom az utat, előkerül a bödön, előkerül a bödön. Megyek is, és nem tétlenkedem tovább, biztos, hogy valahol elő fog kerülni az a bödön, de nem tudom, hogy hol. Aj, de szomorú vagyok, hol keressem? Aj. Ez a róka, majd megint nem sikerült elkapnom, mert itt éreztem, nyomon voltam is mégsem. Jó napot kívánok! Urasságod ismerős ebben az erdőben? Én nem vagyok urasságod, én csak egy medve vagyok, de enyém az egész erdő. Hát szervusz! Szervusz, csak szervusz. Egy medve. Úgy elnézlek, te egy nagyon szép kis kacsa vagy. Igen. Kacsa? Igen. Hát talán bizony azt gondoltad rólam, hogy én egy kacsa vagyok, mi? Mi az, hogy azt gondoltam? Hát látom. Jó, de hát nem sokáig maradok ám kacsa. Énekes madár lesz belőlem, bizony. Énekes madár? Igen. Ez érdekes. Mondd te énekes kacsa madár. Ez a kis bacsa, amit itt a hátadon viszel, mi van benne? Hát tudod, ennivaló, mert még ki tudja, hogy hány erdőt kell átbarangolnom, amíg találok egy olyan állatot, aki megtanít engem szépen énekelni. Bizony, már nagyon régóta jövök ám. Te igazán szeretnél énekelni? Hát persze, ezért jöttem el otthonról. Hát hogyha... Hát... Nagyon tetszett nekem. Tudod miért? Na. Azért... Mert te egy furcsa kis kacsa vagy. Na. Mert elmertél otthonról jönni, hogy ilyen, mert ilyen bátor vagy, hogy eljöttél ide az erdőbe. És képzel, egy nagyon szép hangom is van, mindenki azt mondja a kacsa családba. Bizonyám. Hát hogyha ilyen szép hangod van, akkor én igen. Nagyon szívesen megtanítalak téged énekelni. De engem. Hát hogyne? Hát el sem tudod képzelni, hogy micsoda óriási szerencséd van, hát hogy velem találkoztál. Igen. Hiszen én vagyok az erdei énekkar oszlopos tagja. Tényleg? És engem is tanítanál? Hát hogyne? Ezer örömmel. Na, figyelj csak, már Már ezt leteszem a batyumat, egy pillanat. Na, figyelj csak. Jaj, oké? Okay? Már el is kezdhetjük, figyelj. Aha. Minden egyes éneklés előtt van egy bizonyos beéneklés, ami igen. Így hangzik, figyelj csak. Beéneklés? És ki is igen, fogunk énekelni? És te majd követsz. Igen, és te majd utána fogod ezt énekelni. Okay. Figyelj ide, na, igen. Most elkezdem. Brumma, brumma, brummaca, de finom a málnácska. Brumma, brumma, brummaca, de finom az áfonya. Na, fújjad! Ja. Jaj, ne így! Hát énekel! Na, jó, figyelj, kezdjük előről. Na, kezdjük előről. Hát, gyerekek, ennek a kiskacsának még rengeteget sokkal kell gyakorolni, hogy szépen tudjon énekelni bizony. Mit mondsz? Mit mondtál, Marci? Hát azt, hogy még neked sokat kell még gyakorolnod, hogy szépen tudjál énekelni. Hát most mit tősz? Ja, hát a kacsáik között, hát a kacsák között én biztos vagyok benne, hogy te hápogsz a legszebben. Na de ne haragudj, én nekem most dolgom van. Dolgod? Mi?
Hát tudod, el kell mennem, itt van közel a barlangom, el kell menni egy zsákén, amit megszedek málnával, aztán keresek egy odvas fát, ahol végre találok egy kis lépes mézet. Persze, már megint a pucakodra gondolsz. Na, ide figyelj, most ne törődj ezzel. Ne bőgél, nyugodjál meg. Hogy nyugodjak meg? Nyugodjál meg, mert nem megyek el messzire. Itt leszek, igen. Itt leszek, és figyelj ide, ne bőg, nyugodjál meg. Holnapra ki fogom találni valamit, hogy meg tudjalak tanultani téged rendesen énekelni. Na, így jó van. Találsz valamit, Maci, tényleg hát segíteni fogsz nekem. Igen. Jaj, Maci, köszönöm szépen, gyerekek, lesz egy barátom. Hivatalosan bizony, én a barátod vagyok. Barátom. De most figyelj ide, én most elmegyek, de maradjál és ne féljél, itt leszek nem messze, és úgyhogy, és egyre kérlek még, igen? Ne boklász itt össze-vissza mindenfele az erdőbe, jó, mert rengeteg sok veszély leselkedik rád, úgyhogy most vigyázzál magadra, jó? Lenne. Nem sokára visszajövök, amilyen gyorsan jó, csak van. Tudok. Csupa nátszár, egy kacsa, kis kacsa, oda másztál, sárban ezer kacsa bogarászik, resztek a tóvizek, nincs elátni. Milyen gyönyörű dalocska. Meglőjjek tőlem, te csodálatos kismadár. Én csak egy kis kacsa vagyok. De még micsoda kacsa, gyere csak közelebb. De tőlem, hiszen én a te nagybátyád vagyok, drágaságom. A nagybátyám? Bizony. Hát ez nem ilyen. Hát jó, lehet, hogy nem ilyen, mert te még nem ismersz, Hubocskám. Bezzeg a családod. Hol is laktok most? Hát mi a Jussi utca 13-ba. Jussi utca 13, milyen csodálatos nevű utca. Akkor te most kedvesként megmutatod, hogy merre van az a Nyuszi utca 13, én pedig alkonyatkor tiszteletem teszem a kedves családodnál. Hát de tudod, az nem fog menni, mert mi úgy beszéltük, mert aztán még nem van. Aztán visszajövünk ide, és keresünk neked egy olyan énekes madarat, aki megtanít téged énekelni. Na, jó, de mit szólsz? Sajnos az sem fog menni, mert tudod, itt járt a medve. És én a medvében azt beszéltem meg az előbb, az csak Grum Magnitud és irigykedik rád. Hagyd a pékébe. Oh. És már tudod is, hogy ki lesz az énektanárom? Hogyne tudnám, a paradicsom madár. Az előbb is éppen így sétált az erdőben. Bizony. Hát még ilyet az erdőben? Igen, az erdőben. Jaj, hát még ilyet. És most mi legyen, Róka koma? Most akkor... Várjál, felszedem a batyumat, egy pillanat és hozd jövök. A batyudat, okay? Úgy jó. Van, hozd a batyudat. Jaj. Oj, hova tettem? Oj! Jaj! Szeretlek, majd megeszek! Nézd csak a paradicsom madár! Az előbb emlegettük, és most megjelent! Jókor jössz! Szervusz! Szervusz, Róka Rudi! Miben sántikálsz már megint? Ugyan már. És ezt a kis furcsa jószágot, hogy hívják? Gyere szépen elő és mutatkozz a kedves régi barátomnak. Grr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 
Igen, szervusz kis kacsa, és mi áradban vagy itt az erdőben? Tovább, már is kezdhetitek az énekórát. Jó. Én most elmegyek ebédelni. Igen. És igen. Ha
időközben te elálmosodnál, akkor csak gyújj le, pihenj itt meg a bokor ölében, aztán nekem nehogy szubályozol a buta medvével. Na jó, menj csak, Róka Rudi! Én a hónom alá veszem ezt a kis bohót! Nem baj, nem lesz szükségünk ének. Óra közben semmiféle ennivalóra. Na, kiskacsa, figyelj ide! Én énekelek. Igen. Te pedig énekelj utánam. Jó. Na, figyelj! Na, azt mondja, hogy grrrr, grrrr. Megtanulhatsz énekelni. Mennyi? 70-80. Hát de akkor olyan öreg leszek, mint te. Micsoda? Grrr, azt akarod mondani, hogy én egy vén tyúk vagyok? Hát nem én mondtam. Jaj, hát nem én mondtam. Haj, akkor is 70-80 év kell hozzá. Grrr, de akkor sem fogsz tudni olyan szépen énekelni, mint én, hiszen nincs az erdőben szebb hangú, jó hallású és ilyen gyönyörű énekművész, mint a paradicsommadár. Na, kiskacsa, nem töltöm bele tovább az időt, ugye tudod, hogy hol lakom? Hát nem éppen. Nem! Hát nem tudja, hogy hol lakom. Nem tudod, hogy hol lakom? Hát gyerekek, ti ugye tudjátok, hogy hol lakom? Nem tudják, hogy hol lakom? Nem tudják, hát most mindjárt elájulok! Jaj, mindjárt elájulok! Na jó, nem bánom, most az egyszer még elmondom neked. Na figyelj le! Itt, hogyha mész, van egy... Hú! Oda néz! Aztán! Hogyha mész, akkor itt van egy kis patak. Azon a patakon átmész egyszer, meg még egyszer. Igen. Ha utána... Nagy melegben átmehetek háromszor is. Hát ebben a nagy melegben háromszor is átmehet, nem most nem szoroz. Na figyelj, átmész rajta. Igen. Utána mész, és addig mész, amíg meglátod azt a nagy gesztenyefát, tudod, ami annak az injekciós tűnek az aljánál van. Hát az nagyon messze van. Nem baj, addig kell menned. Tehát mész, rengeteg mész vagy szement. Addig mész. Igen. Na, ha elértél a nagy gesztenyefához, utána hirtelen megfordulsz. Jaj, hirtelen? Oké. Az fontos, hirtelen. Ja, igen, oké. Igen, balra. Balra hirtelen megfordulsz. Balra, jaj, másik balra, igen. Igen, hirtelen megfordulsz, és utána addig mész, míg meg nem látod a házamat. És csak egy ház van ott? Nincsenek szomszédai? Hát ez egy szomorú történet, kiskacsa. Az a helyzet, hogy voltak szomszédaim, de nem élvezték a művészetemet. Hoppáré. Igen, igen, és mindenki elköltözött. Azt mondták, hogy kicsit harsány vagyok. Pedig nem, én csak skáláztam, de nem tetszett neki. Na, kiskacsa, világos? Tudod, hogy merre kell jönni? Úgyhogy pontban kettőkor nálam légy. Érted, kiskacsa? Na, várlak! Pontban kettőkor, kiskacsa! Szervusz! Pontban kettőkor ott légy! Hát... Aj, ez a sok tanítvány! Hát most aztán fogalmam sincs, hogy merre menjek. Jaj, hogy fogok én ide találni az énekórámra? Mi lesz velem? De nem baj! Amíg visszajön a nagybátyom, hogy így értesse a bokorcsaiba, hajtsa meg egy... Úgy is olyan elámosodtam! Sziasztok! Jocsakám! Jaj! Tépő cserkésben, órák hosszat cserkésztem, egész nap csak bókláztam, áfonyát nem találtam. Zúgó méhek kellene, hívogató zümmögés, nem már
tornáznék, áfonyáznék, utkas törgyű fára másznék, mert ott terem az ódúrész. Bundát tépő cserkésbe, órák hosszat cserkésztem, idáig csak bókláztam, málnácskát sem találtam, málnácskát sem, szamócát sem, áfonyát sem találtam. Na, na, kiskacsát megbeszéltük, hogy itt találkozunk. Merre vagy te, kiskacsa? Hol vagy? Te, kiskacsa, hát miért bújtál a bokor alá? Csak nem féltél? Csak szunyókáltam itt egyet, tudod, Maci? Bizonyám. Mert tudod, a nagybátyám itt volt, és én megbeszéltem vele, hogy itt szunyókálok, amíg ő vissza nem jön. A nagybátyád? Bizonyám. Mi, ő is ott hagyta a kacsaságot, vagy mi? Hát nem. Tudod, ő nem olyan, mint én. De azért a nagybátyám. Bizonyám. És még a paradicsommadárnak is bemutatott. Paradicsommadárnak? Bizonyám, meg fog keresni. Annak a rikácsoló, pedálozó tyúknak? Annak. És azt is mondta, hogy én csodálatos vagyok. Hát és hogy te irigy vagy rám. Úgyhogy légy szíves, most menj el, mert tudod, ő nem kedvel téged. Én pedig fogom hazakísérni a családomhoz. A Nyuszi utca 13 vagy, bemutassam nekik a nagybátyámat. Te, kiskacsa! Nincs véletlenül a te nagybátyádnak hosszú, lompos farka? Hát, de van neki nagyon szép hosszú, lompos farka van, bizony. Hú, hát akkor nagy baj van, tudod miért? Mert ez bizony a róka. A róka? Te még nem láttál rókát? Hát, Nem, soha, de az öregek mindig mondták, hogy nagyon kell félnem tőle, bizony. Hát ez bizony nagyon nagy baj. Baj? Bizony. Hát, mi legyen velem? Figyelj ide, mindjárt figyelj. Visszajön. Maci, segíts nekem. Mi lesz velem így? Mindjárt itt lesz. Azt mondja, hogy jön vissza hozzám. Segíts és te nekem. El akarsz menni? Nem tudom, de... Nehogy elmenjél nekem! Hát azonnal utána csompolyog! De mi lesz és megesz téged! Itt a róka, bizony. Meg minden! Csak otthon jó! Haza igen. Akarok menni! Nem leszek énekes madár! Kacsa maradok! Szia, Maci! Hazamentem! Elég mész volt! Haza. Hát nem mész haza, gyere csak vissza! Hát gondolj bele, hát egyből után, ő csak azt szerette volna, hogyha te megmondod, hogy merre lakik a családod, utánad ment volna, képzeld el, de hogy hát, mit tett volna benne. Mivel, hogyha mégse ő volt az, hiszen akkor már megevett volna, ő egy másfajta róka. Igen, másfajta? Hát igen, ilyen naív vagy. Jaj, hát ne legyél ilyen naív. Hát te el sem tudod képzelni, hogy milyen ravasz állattal van dolgod. Hát gondolj csak bele, hogy mit tett volna a családodra. Na, most ne bőgél, különben is rengeteg sok minden van a rókának a rovásán. Képzeld el, még a sün ödönt is meglopta, amikor hozzám igyekezett egy kis csupor mézzel. Hát tényleg, itt a gyerekek emlegettek valami rókát, meg valami mézet, meg valami bombát is. Igen. Úgyhogy... Na, de most ne búslakodjál! Most ne búslakodjál, hanem majd figyeld, vagy kitalálok valamit, meg is van. Kitalálsz, Maci? Figyeld, mindjárt! Gyorsan, találj meg is valami! Van. Következő, figyelj ide, hogyha a róka visszajön, igen? Mert vissza fog ide jönni, az totál biztos. Igen, megbeszéltük, hogy itt találkozunk a tisztáson. Hogy itt a környéken egy óriási nagy kutya mászkál. Azt a kutya? Jó, értem, és? Na, és én morgok, mint egy kutya. Ó, jó? Értem, és? És ettől a róka
megijed, és te megmondod neki, hogy bújjon bele ebbe a zsákba, mert ebbe a zsákba van, mondd meg, hogy ebbe a zsákba van a medvének a mállája. Ó, értettem. Azt a... Hát én megmondtam. Hát te olyan ügyes és okos vagy, Maci, na, olyanokat ki tudsz találni, látjátok, na, gyerekek, a bölcsereg medvénk. Jó van, figyelj ide. Következő a dolog. Rendben, akkor így, ahogy megbeszéltük, ha jön a róka, akkor bejebújtatom a málnásába, és te meggyőzsz, és mohorogsz mindent. És figyelj ide, hogyha a róka ide jön, igen, akkor hadd, hogy hadd keressen téged ott a bocsorban, többször kiabáljon, és én akkor meg fogom hallani. Tudod? Na, úgyhogy, és akkor mindent úgy csinálsz, ahogy megbeszéltük. Na, de én most megyek. Megyek, úgyhogy ne féljél, én meg mert itt leszek, elbújj a bokor alá, igen, és én ne féljél, rendben, mert itt leszek, nem messze. Rendben, szia, ügyesen, viszont, Maci. Aha, de még hogy. Nem. Ó, ja, tényleg, megbeszéltük. Jó, siessünk, menjünk. Gyorsan. Ajaj, te ezt nem hallod? Mondom én. Ez egy nagy kutya. Egy nagy kutya járt el erre. Bizonyám. Itt mindig morog. Jó, mindjárt. Jön! Szimatol! Tudod mit? Segítek erre, atyad nagybátyám! Gyere gyorsan! Van egy ötletem! Itt van egy nagy zsák! Ebbe belebújtatlak, és akkor nem fog téged megtalálni ez a nagy kutya! Bizony! Miért bújni egy zsákba? Gyerekek, bújjak be egy zsákba! Igen, menj! Na látod? Na gyorsan! Belebújunk! Ogy! Még egy kicsit, hú de nagy darab vagy! Ajajaj, ó, bari! Oké! Jaj, most már biztonságban leszel, drága nagybátyám! Szerintem egyre közeledik az a nagy kutya! Jó napot kívánok, kutya úr! Szervusz, kis kacsa! Nem láttál erre bírletlenül egy rókát? Nem, az nem jár errefele. És mondd csak nekem meg, hogy ebbe a zsákba mi van? Ebbe? Hát tudod, egy nagy üres medve úgy teletömte málnával. Bizonyám. Akárhogy is. Szimatolok, én nem málna szagot érzek, pedig azt rendkívül utálom, hanem róka szagot érzek. Róka? Nem. Róka? Na. Gyere csak elő, te ravaszdi! Úgy látszik, nincsen benne semmi. Mondom én, málna van benne. Málna van benne. Drága kutya úr, nem fáradt el. Hogyha nincs, akkor ráülök szépen erre a zsákra. Biztos nagyon eltetszett fáradni. Jaj. Hallod, kis kacsa? Megszólalt a málna. Hogyan a málna? Gyere csak elő, te méztól vagy, gyere csak elő.
Most aztán ellátom a bajodat, egy életre megemlegeted, amit most fogsz tőlem kapni a sok ravaszkodásért. Irgalom! Nincs irgalom! Feküdj hasra, 25-öt verek a hátadra! Maci, hallod, megígérte, nem ragaszkodik többet. Lehet, mit megígérek, csak... Jó, az az egy szerencsét van, hogy nagyon jó szívem van. Na de hát, mi lesz a málnával? Az hol van, ahogy a méz? A méz! Hát a méz! Hát de hol van a méz? Hát a mála az nem érdekes. A méz! Jaj, kiskacsa! Csak ez a paradicsom madár járgott. Kiskacsa! Hát téged aztán várhatlak, kiskacsa! Nem, megmondtam, hogy pontban, jaj a fülem, hogy pontban kettőkor nálam légy. Kedves mester, csak tudod, meggondoltam magam, nem akarok többet énekes madár lenni, én kiskacsa maradok. Hát nem bánom, van így is éppen elég tanítványom, de nem szeretem. Elég ebből a pedálozásból, meg rikácsolásból, hát nem látod, hogy itt komoly dolgok. Nem érdekelnek engem a komoly dolgok, a feleslegesen várok, tele vagy tanítványom, mit akarsz még ezen kívül? A művészet, medve. Ja, a művészet. A művészet. Az más. Madarak csicsergése. Így van. A méhek zümmögése. Igen. És az én gyönyörű rikácsolásom. Na de Róka, most akkor mondd meg, hogy mit csináljak veled? Én ünnepélyesen megfogadom, hogy soha többé nem ravaszkodom, és nem veszem el azt, ami a másik. Jó? Hallod? Na de, hogyha nem tartod be a szabad, akkor mi tévők legyünk veled? Akkor nyugodtan rám verhetitek azt a 25-öt, de erre úgysem fog sor kerülni, megígérem. Na, akkor mondd meg már végre, hogy hol van az a méz. Már is hozom. Hol van ez? Milyen messzire vitted? Azt mondta, hogy itt van a közelben. Jaj, végre jön a méz. Jaj, végre megvan ez, úgy örülök ennek a méznek. Te Róka, én már nem is haragszom. Jaj, jó, köszönöm neked. Te pedig kiskacsa, maradjál kiskacsa, mert az én brummogásom, a paradicsom madárnak az éneke, az legalább olyan szörnyű. A te hápogásod nagyon legalább szörnyű. Olyan szép, mint a paradicsom madár éneke, az én brummogásom és a Rigó éneke, bizony. De nem csak azért mondjátok, hogy megvigasztaljatok. Ne, de hogy is, hát tényleg itt a mester is mondja, hogy milyen szép hangod van. Igen, szép, az enyém szerte a tűz. Most akkor gyertek, üljünk körbe, megosztom veletek ezt a finom jó. Jaj, de jó. Ilyet még soha életetekben nem ettetek. És tudják... És ez a hangszálaknak is nagyon jó. A hangszál bizonyán... Úgyhogy legyünk mind barátok, tudjátok, én azt javasolom. Én is azt mondom, hogy legyünk mind jó barátok. Nyúlci bő és kacsorát, vacsorázik sok barát. Esznek, isznak, csevegnek, szűzföldi, de szeretnek. Szegnek, mozognak, ipegnek és tapognak. Noha ilyen szaporán, elfogy a mizmizorán. Hamar megnő valahány, kacsa fiú, kacsa lány. Jaj! Szervusztok! Szervusztok! Gyerekek! Jaj! Imádom a mézet, jaj! Sziasztok! Na futás! Futás! Szervusztok! Sziasztok! Jaj! Jaj, a méz! Hova méz? Ott a méz! Viszem a mézet!